most már csak jó reggelt. Ahogy mondtam, megyünk tovább a Fortnite-tal. Fortnite? Hülye? A Minecraft-tal. Csigalakba megyünk. Igen, az, amit itt eddig is csináltunk. Azaz. Üdv amúgy mindenkinek. Szép jó reggelt, amely nem mondtam volna, nem tudom. Ma is ilyen elfelejtős napom van, úgyhogy elnézést kérek érte. Tegnapi nap azon, hogy katasztrofális volt. Munkában is. Semmi nem akart összejönni, minden elbaszódott, semmit sem tudtam megcsinálni, tehát valami über jó volt. Na, itt vagyunk a kis vikillónkba, még nem volt időm sajnos izé helyre rakni, de majd valamikor kerítek rá sort. Most gyorsan, ugye amit mondtam, hogy el akarom kezdeni, ezt itten kibővíteni az egészet. Hogyha legalább akkor itt elfogy a nyersanyagom is, mert van egy tonna nyersanyagom, ouch. Úgyhogy ezt itt gyorsan meg is el is kezdjük. Most ilyen kis építkezősek leszünk. Jó, csak akkor nem tudom mekkorát. Hát mit tudom, hú de nagyon idő. Ura. Ura megy, na jó, most jó. Hát lehet, hogy így ekkora elég lesz. De majd meglátjuk, most egy van egy csomó jó zúzott kő, akkor egyen ezeket ide kirakjuk, és akkor nem ezt. De ez gyors, itt kivágom, mert elfelem jót akkor nem raktam le. Ide majd földet kell, ugye? Van földem? Gránit, gránit, terméketlen föld, földem nincsen. Hello Gary, fenn vagyok már a DC-n amúgy Gary. Ott a izébe gyere, a hangcsatornára, a trió játék, trióba vagyok fent. Egyelőre csak bővítünk rajta. Aha. Mennyire van ez? Hát így kb. Ja. Megfogyasszuk az utcainkat, azaz. Ahó! Hello, hello! Igen, hallak, hello! Jó, mert nem mindig szokott menni. Ja, hallak, jó, most minden jó. Bubazd meg, jön az este. Még egy olyan kérésem lehetne, hogy osztasz az egy stream, mert egy kicsit késik a stream. Nem tud, nem osztom meg, mert akkor behal a gépem. Annyira azért nem izé jó gépám. Oké, gamer gép tudod, de megy a izé is rajta, a Discord is megy, a streamer program is megy, a játék is. Hát igen. Hát igen, azt is megosztom, akkor az bukta lesz. Hát akkor nem fog menni a stream egyáltalán. Úgyhogy ezért van így, sajnálom. Majd baj. Hát majd később majd úgy akarok jobb gépet venni, de most egyelőre marad ez, mert úgyis legtöbbet inkább PS-en játszok. Uh-huh. Na jobban vagy már? Igen. Sokkal. Most így kipróbáltam egy módszert, hogy ez a nyakig betakarózok este, azt akkor az úgy is. Úgy elvitte. Hát igen, ugye ki kell izadni, azt mondják. Ouch. Igen. Na próbálom ezt azért szart kicsit helyre rakni a berendezéseimet itt, hogy tudjak termeszteni cuccokat. Nem tudom, hogy mire jó, de termesztünk cuccokat. Mire kell amúgy őket izélni csinálni? Haló? Haló? Főleg most nekem minél hamarabb oda kell, vagy meg kell gyógyulnom, mert lesz ilyen sárkányhajó, tudod mi az? Igen, igen. Akkor nem vagyok, akkor cserben hagyom az osztályt. Hát, szívás. nem megy az egerem, halló? Mondtam én ma is megint ilyen nap. Nem megy az egér. Hiába frázom mind a sós, hogy itt ugajtod, de nem akar működni. Mi az anyád van? Remélem te is megbaszódsz. Hát nézd már... Le, behaj. Hát marha jó. Hát ne idegesíts már. Van egy másik egerem, de az szar, mert az vezeték nélküli. És ezt nem szeretem. Ó, de jó vagy. Mindjárt próbálom azt a... Ó. Úgy utálom, mikor minden elbaszódik. Hát ez ilyen, semmi nem tart örökké.
Hát azt én vágom, érted, de hát akkor is, hát... Na, ez sem megy. Még remélem, elemet kell cserélnem. Ó, passzom! Na, mindjárt jövök egy másodperc. Ki kell cserélnem az elemet. Jó. Na, itt vagyok, csak közben cserélem a telemet. Látom, kell akkor egeret is mennem, kurva jó, mindent le kell cserélnem lassan. Na, most már működik remélhetőleg. Ah, megy, király. Igen, csak ennek olyan... Ott nem, így kirak, ki kéne rakni egy ilyen donét táblát. Egérre. Ja, most nem fogok én ilyenekre pénzt szedni, én nem ezért akarok úgy pénzt szedni. Most érted, én el vagyok itten azért. Én csak hobbiból csinálom ezt a streamelést most. Ebből nem fogok megélni úgyse. Ja. Bár mondjuk, ha lesznek megint ilyen ajánlatok, mint amit múltkor kaptam, akkor jó lesz. Mert múltkor kaptam egy szponzorációt. Ezt meg is csináltam. És 160 dollárt kaptam érte. Az szép. Úgyhogy remélhetőleg még lesznek ilyenek, és akkor jobb lesz azért. De viszont az a 160 dollár, az megy is kamerára. Megjön a pénz, és Most meg is veszem például, a ugyebár kamerát. tudod, van a Molnár Krisztián, aki így az úgy annyit keresett ezekből a live-okból, ezt kapott 200k-t, hogy valamelyik egy csaj megcsókoljon, hagyjuk már. He? Most ez miért jó? Nem tudom. Hát jó, azért ez is ma azért túlzás, 70 ezeret érted? azért, hogy ugráljon az ágyán. Ó, Istenem. És valaki ezért fizet? Igen. Jó, mondjuk igen, ott van például az a... Mi, hogy is hívják az a csajt, az a Murat, vagy mi a... Hogy hívják a Twitch-en? Én nem tudom. Ó, az Egy a két... pillanatra lenémítom magamat, mert orrot fújok, azt akkor nem akarom, hogy streamer Jó, belehallatszódjon. rendben. Elhasználom a sok kőmet, mert annyi van, hogy nem igaz. Tele vagyok kővel, ugye a bányászásból. Hát azért, nekem egy világomban rengeteg, még több van. Hát jó, tudom, csak hát én már nem tudok a legyen le, mihez kezdem, azért most ez így jó, mert feltöltöm akkor ezt a részt itten, és akkor úgyis izé akarok ültetni. Meg állatokat szeretni, mert találtam, és hát találtam, megöltem valami lámás csávót, az adott lasszót. Vagy izét pórász, hogy minek hívják azt ott. Ja, lasszó, lasszó. Úgyhogy majd kell állatokat is tartani. Meg látom, hogy lehet benne csinálni vasutat. Vagy mi, izét ilyen, nem is tudom mi az. Igen, lehet. Hú. Lehet. Hát az mindenképp kell. Nem fogok én itten Ilyen sétálgatni. csillét ezt akkor lehet csinálni, de annyira az se gyors. Hát jó, de mégis kényelmesebb mi Amúgy sétálni. visszatérve ehhez a sok kőhöz, nekem van úgy 10-20 dupla láda tele. De és akkor mit csinálsz vele, úgy Isten igazából? Mihez kezdesz vele? Még semmit, de tervezek belőle építkezni. Én is azért gondoltam, hogy ha működik ez a vasút, hogy kipróbálnák valamilyen izé hullámvasutat csinálni. Hát ha lehet. Lehet ilyet? Hát lehet, csak akkor fura megoldásokkal. Hát persze, valamilyen extrém megoldásokkal, nem csak úgy simán, tudod. Ugyebár urkot például nem bírsz vele csinálni, mert egyenesen tud menni felfelé, jobbra, balra. Ilyesmi. Víz alá be lehet vinni. Attól függ. Mitől? Mindjárt várja, csak megfulladt. Hú. Szara betegség. Most van egy kislányom beteg. Nemrég a fiam volt, ő rajta már átment, most a kislányom beteg. Megint valamilyen járvány van, gondolom. Mi nem akar Pillanat, benn... csak nagyon Jó, kapja a rendben. torkom. Mi nem akar benőni? Hogy mi ez itten? Most elbaszna az itten kő? Mi ez? Hogy ez kő? Hát anyád, ha rosszat raktam le, föld helyett követ raktam le ide. Azért nem akarja ezt benőni itt a fű.
Ó, francba. Én meg már vártam, mióta nője be a fű. Erre követ raktam le ezt a andezit, hogy melyik ez az izé. Faluba mikor érdemes majd mennem? Tehát, hogy építenek ki ezeket, nekik ezeket a bigyókat. Azt Na, lehet, meg... visszatértem, bocsánat. Jó, semmi gond, hát nyugodtan. Ugye azt hiszem az gránit. Igen, rosszat raktam, azt hittem ez is föld, mert úgy nézett ki. Azt mondom, nem akarja benőni a fű. Na mit kérdeztem? Azért kérdeztem, a faluba mikor érdemes mennem? Tehát, hogy elkezdeni nekik építeni, munkákat adni. Faluba. Hát tudod, Még egyszer a kérdést. munkákat adni nekik. Mert láttam, hogy kell olyat is. Tehát, hogy itt tudod, mit? Munkákat, ha jól tudom, nem lehet adni, vagy hogy értve? De a faluban tudod, hogy izé legyen ott kovács, meg ilyenek, azt láttam azt is, hogy lehet olyat csinálni. Amikor vannak hozzá eszközeid, meg van mondjuk rá emeráldod. Mi? Mi az emerald? Emerald vagy valami, amivel tudsz kereskedni velük. Az a zöld. Igen. De olyat nem találok, hát már végigástam fél izét, de nem De találok tudsz olyat. tőlük szerezni is, hogyha Ja, leadom nekik, igen, mert láttam, hogy lehet ha nekik, vesznek aha. tőled valamit. Na, majd mindjárt megnézzük, hogy mi kell nekik, mert csomó cuccot találtam, hát van valami. Attól függ, hogy mi a munkájuk. Hány fajta munka van, sok? Ahány csillag az égen szinte. Igen. Van az ilyen varázslós, az ilyen, nem tudom, de az update-ban már lehet benne van a zíjásza, stb. Igen, azt láttam, hogy van itt valamilyen íjász, nem tudom mi láda, vagy mi volt. Térképész. Na, az kéne viszont térkép, mert el fog tévedni, gondoltam, hogy el lehet menni. Ugyebár ez végtelenített világ, ha jól tudom, nem? A De erre Minecraftban. van egy, még egy jó megoldás. Ha megnyomod az F3-at, kiírja a koordinátáidat, és hogyha azt így Igen, azt láttam, lejegyzed, azt akkor vissza ugye. tudsz jutni. Igen, tehát ki fogja azt megjegyezni szerinted, meg visszatalálni az alapján? Azt Leírod tudom. egy papírra, vagy valami. Azt láttam, a múltkor azt néztem, hogy hány a szinten vagyok, azt már igen, megmutat, mondták azért múltkor. Jól tudom, az F3 plusz G az a csánkhatárok. What? És ez mi? Azt a rohadt. Ez mi a chunk? Az egy ilyen 16x16-os terület. És ez mire jó nekem? Csánkokra épül az egész világ. És ezt hogy tüntetem el ugyanúgy? Aha, jó. Igen. Igen, mondták, hogy lehet körülnézni is valahogy, nem is tudom melyikkel, valami parancsot kell beírni, vagy mit? Ó, azt én nem tudom. Valamit mondták, hogy be kell írni egy parancsot, és akkor ezért tudsz körülnézni, úgyhogy nem lootol semmit, csak körülnézel, tudod megkeresni például a falukat, meg ilyeneket. Azt a izé tudja, azt hiszem a kóbász tudja, majd itt leszek, majd megkérdem tőle. Vannak itt pro Minecraft játékosok. Vagy nem tudom, vagy úgy értve, hogy na, akkor én lehet, hogy tudom, mert a Game Mode 3, nem? Hát Spectator. lehet valami ilyesmi, mondott igen, hogy be kell írni oda alulra egy chatsába, és akkor ez körül lehet nézni. De igazából az is igazából csaláshoz Ja, számít a hát akkor nem, játékban. ilyeneket nem izérünk, nem csalok. Csak azt hittem, hogy ez is simán benne van, tudod, a rendszerben, hogy ezért izéltem, gondoltam. De hát a csalás, akkor nem érdekel. Nem szeretek izé csalni. Minek? Benne van a játékban, csak így csalásnak Értem, számít. igen, értem, mit mondasz. De ugye ez miért jó? Nem egyszerűbb, hogy simán felfedezem az egész világot, tudod, elsétálok, körbenézek. Az az igazi lényege neki. Igazából másra van, mert például ezeket felhasználják meccsekben, hogy Hú, jön az éjszaka. meghalsz játékmódokba, Igen. akkor így meg tudod nézni, hogy a többiek hogy játszanak, anélkül, hogy te ott Ja, látnának aha, téged. értem. Tehát ez például ez egy multiba jó. Igen, legtöbbször, de igazából sima világban is lehet hasznosítani. De amúgy itt a sima világban, itt megjelenhetnek különböző emberek, vagy nem? Tehát, hogy ebbe csak én vagyok, vagy lehet mások is? Ebbe te. Aha. Tehát aki ide nem tud bejönni senki, igaz? Max, aki otthon van nálad, és hogyha megosztod landa. Aha, ja, aha. Hát az nem lesz olyan, mert
senki nem játszik rajtam kívül, csak a fiam, ő meg nem tudja ezt játszani. Annyira nem is érdekli. Inkább izé, ma is néztem, mit játszott a Horizons, izé, Forbidden West játszotta. Forza Horizon. Nem, a izé Horizon Forbidden West, az a izé PSS játék, tudod, új. Ja, tudom. Ő ilyenekkel játszik, nem ide játszik ilyen Minecraftokkal, meg Fortnite-ozni szokott. Na, kész, király. Ennek mi jut? És akkor most már tudok csinálni, viszont izét. Mi kell a vízhez? Vödör. Vödör, három vas. Én úgy még nem tudom, inkább megkeresem, ha megtalálom. Meg vasajtó is van itten, néztem. Ja, itt ez például íjász asztal. Na, azzal mi a szar csináljak? Hordó. Kovács asztal. Hordó az olyan, mint a chest. Igazából. Ja, hogy ebbe is lehet pakolni? Igen. Aha, torta. Aha, persze. Mi az anyám? Nekem torta, bazd meg. Ezt így lerakod. És le tudod rakni a földre. Így tudsz belőle enni. A tortából? Földről. Vagy valahonnan. Dugattyú. Mit kerestem? Vödör. Az eltolja a blokkokat, és de... annak van a ragacsos változat, ami húzni is tudja őket, és azzal lehet csinálni ajtót például. Jó, nem ajtóra, az nem törik ki a zombik, meg hát a vasajtót se. Így persze akartam mondani, hogy sima vasajtót se tudják kitörni, nem? Azt se bírják. Na, akkor várjál, most építkezek. Várjál, ez kap... nem, ásó. Így lesz basszuk, úgy. Kapa kell hozzá, igaz? A termesztéshez? Igen. Igen. És hogy tudom megöntözni? Vagy ez hogy működik? Mellé, raksz egy csíkba vizet. Ja, hogy ki kell ásnom, és akkor vizet önteni. Megszántod, akkor ez a víz mindig bevizesíti. Aha, tehát és milyen messzire vizesít? Tehát hány blokkot érint? Ha jól tudom, lerakod egy helyre. Igen. És 8 blokkon keresztül folyik a víz, és 3-4 blokkig bevizesíti a földet. Tehát 3-4 szélesen bevizesíti, igaz? Jobbra, 3-4 szélesébe bevizesíti, jobbra-balra? Igen. Jó, akkor oké, csak ezt akartam, már akkor lerakom, és akkor csinálok 3 erre, 3 arra. És akkor, amúgy azt tudom, mit lesz. És hogyha például hozol még egy vödröt, csinálsz még egyet, és hozol 2-t, akkor föntre tudsz csinálni végtelen vizet. Ó, nem kell végtelen víz. Egyelőre elég vagy... a sima víz. Hát itt van mellette amúgy, értem, most nem kell annyira izolni. Menj föl, és ott egy sima placon ás ki egy ilyen 4 blokkot valahol. Jó, várjál, ezt meg kell tervezni, mert ez nem olyan egyszerű. És ez még nem a farm. Ja, akkor ez most mi? Ez a víz? Ez a víz, hogy ne kelljen szaladgálnod. Ó, várjál. Nekem ezt olyan helyre kell, ahol nem zavar be. Mert egy ilyen kockába ássen. Igen, csak akkor blokkot. Két helyre kell, mert az OCD-met szétbasz. Várjál. Azt akkor hova? Hát akkor lehet lerakom inkább ide lejjebb. Vagy nem tudom, ide arrább. Meg az idegesít, hogy valahol csak úgy középen van egy víz, tudod? Hát ilyen... Jó. Valahol négy. Ide. Ássa ilyen kockába 4 blokkot. Igen. Ki. Rás, kiástam, kész. De úgy, hogy ne körülötte legyen blokk, vagy igen, bocsak, van körülötte. Késik. Egyik sarkába, rak bele az egyik sarkába a vizet. Igen. Kész. Utána hozzál még egy mi a nevével, vizes vödörre, és szembe vele rakjál le még egyet. Jó, rendben. Már megyek is. És ez miért lesz amúgy végtelen ettől? Nem igazán értem. Igazából nem tudom, de igen. Akárhányszor tudsz belőle kivenni vizet. Mert logika nincs benne ugyebár, mert ugyanúgy csak 2 vödörrel hozol, tehát... Ja, amúgy nem tudom, alapból is mi a logika az egészben, de... Ez egy túlélő játék. Hát igen, ez a... Mind az izé kocka, izé méhecskék. Ez olyan, mint a nagy vizek, csak igazából kicsike. Nagy víz kicsibe. És akkor mit ültessek amúgy? Ezt mondd meg, mert ideig... Oké, hogy lehet ültetni, azt tudom, de mit? Mit ültessek? Mit érdemes? Múzát mondjuk rá. Na várjál, itt a más... Pont a másik sarkába öntsem bele?
Igen, Ó, bazd meg, vele beleestem. Schwegen, Schwegen. Árjá, beleestem. Nem tudok kimászni ebből a szarból. Várja, mert így ki kell ásni, így, és akkor ugyanúgy oda, jó. Mindjárt kiderül, hogy jól csináltam. Oké, most áll a víz. Jó, Tényleg. most vegyék ki belőle egyet, és nézd meg, hogy visszatermelődik. Vissza. Aha, tényleg. Mekkora hülyeség. Na, akkor És hát. még könnyíti. Ez Hát. ilyen lusta víz, vagy hogy mondjam. Értem, persze, Mindent lustának ez lefoglalni. jó, igen. Na, várjál. Számoljak. Három blokk szélesbe megy a víz, igaz? Nem, a víz az Nem úgy, a hogy helyétől úgy azt hiszem értem. 8 blokkig terjedve el tud folyni. Igen, azt tudom, csak úgy értem, hogy három blokk szélesbe vizesedik tőle a cucc. Igen, ha jól Jó, tudom. akkor itt van egy, ez a kettő itt marad. Várja. Akkor egyet ott is hagyunk. Várja, most hogy kell itten? Egy, kettő, három, és akkor azt kell kiásnom, hogy A negyedikre kiásod. kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc blokk széles, hogy hosszába. Hosszú, hosszú, annyi. Ott fog folyni a víz. De nem jó, mert másik sarka meg neki ízé lejt, hát ez így nem jó. Hát ez ilyen lejtős víz, bazeg, ez így nem tetszik. Na, ebbe hozunk még egyet. Tudom. Hát ez így... Rakhat még hozzá, tudod. Rakok, mert ez így nem jó. Azért van a lusta víz. Lusta víz, ez neki az a lusta víz. Csak mondjak. Na, várjál, itt talán Ezért jobb lesz. mondtam, hogy ne kelljen neked annyit leszaladgálni. Köszi, de most meg Most meg középet van lyuk. Hát kóda is raksz. Ó, anyám, Gondolk. hogy miért kell ennyire bonyolítani ezt a rendszert? Léci. Figyú, örüljünk neki, legalább nem szívja fő a föld. Hát az oké, de még mindig nem jó. Hát még kell körülbelül kettő. Igen, hát ettől fogok agyfasz kapni. Vagy három, ki Kettő, tudja. kettő izé, mert ottan két szélén volt még lyuk. Ezért mondtam, hogy akár még közelebb, minél jobb, minél közelebb, vagy építs hozzá egy jó utat. Hát majd ezt valamit itten kitalálok még, mert ez így nem jó itt ez a víz, csak nem akarom. Meg arra vigyázz, hogy Igen. ne tudják kitaposni, ezért valamivel vedd körbe Azt majd. akarom, igen, láttam, vannak jó kerítések, azokat majd megcsinálom. Tehát, hogy mi a zombik ne tapossák ki, vagy mit? Bármi is, mert ugyebár te is, hogyha például ugrasz rajta egyet, akkor kihal a föld, meg minden. Aha, tehát akkor Akkor most meg. kidobja a magot. Akkor mehetek izét csinálni, kerítést. Azt mondod, akkor kerítésezzünk, jó? Meg kap. Hogy mi az? Várjál, 14 tölgyfa rönk. Ja, ezt át kell alakítanom rendes deszkával. Ezt az izét, bonyolultságot. Na. Meg azt hiszem ahhoz bot kell. Bot. Van, ja, egy botom van csak, hát az nem De elég. nézd meg gyorsan a receptet. Nagy hülyeséget mondjak. Mit kaptam? Mi ez? Üst. Na, az mi az anyámra van az üst? Hát Tölgyfa. igazából nincs sok értelme. Ja, jó. Mint a semmi. Jó néz ki. Hát én rohadjak, mert nem tudom ezt az izét. Ah, kerítés. Ah, igen, kell hozzá a bot. Ó, anyád, ahhoz meg kell elmennem fáért. Nem muszáj, a deszkából is tudsz. Azt tudom, csak hát ugye kell sok kerítés, hogy körbe tudjam venni. Ja. Ezért kell izé. Másik, itt ez az arany, mert ezt tegnap múltkor kérdeztem, de nem válaszoltatok rá. Ebből érdemes valamit csinálni? Páncélt vagy valamit? Egy darab páncért érdemes, mert hogyha átmész a nedörbe, akkor nem támadnak meg a mobok rögtön, csak megütöd őket. Mibe megyek át? Az egyik cuccod aranyból van, Na, azt de értem, nem de... éri meg annyira kraftolgatni belőle, mert gyorsan kopik. Aha. De hova megyek amúgy? Nether az egy másik dimenzió. Yeah, hogy még csillagkapu is van ebbe az videóba. Hú, de milyen mézére tud ásni magasra. Meg van az end, a vég, ahol van egy sárkány Azt például. tudom, igen, az Ender Dragon mondták. Én mondtam, hogy rámegyek ide kis fejszével, de azt mondták még ne. De előtte Netherbe kell menni. Várjál, Azt nem lehet kihagyni, az kötelező. miért?
Hogy dobom ki? Mivel dobom ki a cuccok? Q-val. Q-val. Jó. Azért, mert ott vannak a lángrudak, amelyeket összekraftolsz a meg fog dögleni. Feldörpörlel, amit a, azok a feketék dobnak, tudod? Már milyen feketék? Ha megölöd őket. A Ender Dragon, Ender is ég ki, azok. Nem. Az. Szóval tele lesz az End. Zend. Készülj fel rá. Hát jó, még egyet sem tudtam legyőzni, mert izé elteleportált. Meg az izé, múltkor itt voltál, nem mikor izé agyonvert. Tudom. De azok ellen is van egy jó megoldás. És hozzá? Ja, az izét, hogy blokkokat lerakni, nem? Hogy felépítesz blokkokat. Úgyhogy fölötted legyen egy pár blokk így körbe. Igen. De az az most... a lényeg, hogy vagy te, és pont hogy a fejed fölött már ott legyen a blokk. Azt oké, de az most mindegy. Ugye már az Enderman az három blokk. Így nem fér be oda, ezért úgy kell megcsinálni, hogy ne férjen be oda, de te el tudj ütni. Aha. De... akkor s... de hogy... mi az anyádé nem enged... ja már izéje. Ó, ne mondd, ezt is izéből kell csinálni. Ó, azt hittem lehet csinálni sima fából a hülye botot, de nem. Hogy lehet felezni? Hát a cuccokat? Tehát, hogy megfelezni tudod, mert beraktam, most egyesével raktam be a izéket barkácsasztalba őket, hogy tudja, hogy deszkát csinálni. Tehát, hogy... balklikasszer. De balk... igen, de hogyha oda nyomom balklikkel... nem, jobb klik. Ja, aha, jobb aha, értem most, ha jó, megvan, köszi. Akkor megvan a bot is, és akkor kell kerítés. Ah. Várja, melyik ez? Fenyő? Nyírfa? Nem ez? Nem ez? Nem lehet... mert csak az, hogy amelyiket tudom, csak azt mutatja így. De kerítés nem, kapu. Nem, mindig változik, de igazából mindegyik ugyanúgy néz ki. Nem, amúgy kicsit máshogy néznek ki, nem nagyon, de máshogy. A átszíne, de igazából ugyanúgy kell berakni. Hogy oldalra két a deszkát, és középre két darab, két helyre a botot. Ó, nem csen helyem, nem tudom hova rakni. Ez a izével mit csináljak? Rohadt hússal. Dobd ki. Na, király. Na, erre muszáj éhességet fogsz tőle kapni. Márja, az kajám az van, azzal nincs gondom. Egy nem azt, hanem... ja, hogyha megeszem? Gyorsabban fogsz tőle éhezni. Ha. Pókszem az meg mérgez. A pókszem az... lesebez. Pókszemhez még nagyon messze áll a pókszemtől. Na várja, itt van a víz. Ez oké. Okay. És akkor most a kerítés az kell... mennyi? Három, igaz? Egy, kettő, három blokkot vizesít, tehát ide. Agy. Körülbelül mind a két oldalon. De azt mondtad, nem lehet rálépni, nem? Rá lehet lépni, csak ugrálni nem. De akkor... jaha, jó. Így. Hát jó, azt majd... hogyha széttöröm, azért visszakapom, ugye? A... igen. Ez nem olyan, mint a üveg. Várjál, ja nem, ezt elbasztam. Hú, ez kicsit egyet több lett. Matekoznom kell. Ó, de nem megy ez az egér. Nem szeretem ezt az egeret. Mondj egy jó egeret, ami jó izé, tartós. Nem tudom, nekem most egy bloody van. Ilyen gamer egér. Azt nem tudom milyen. Már jó ideje nekem működik. Két éve. Nekem az a bajom vele, tudod, hogy izé fiam is használja néha, és akkor az már nem olyan. Mi? Nem tudom, nekem már csak annyi a bajom, hogy egy kicsit jön le a borítása. Haló? Nem lehet átugorni a kapu izé kerítést? Nem, oda kell egy kapu. Hello, Dudi. Ó, anyád. Hát egy ez... helyre kell egy kapu, vagy valami. De ez így elég sokáig el fog tartani. Azt hittem, hogy gyorsabban megy az építkezés azért. Most megint elvesztettem a kerítést.
Soha nem találom ezt a hülye inventoriba, mi hol van. Hát van botom is, van izém is, akkor most miért nem adja ki? Úgy meglepően még nem is sorsolt a bot. Tényleg? Miért nem megy a bot amúgy? De nem is megy, mert kéne neki, nem is ír semmit. Halló? Nem tudom, nézz rá, vagy valami hát a beszart. Vagy valami, nem tudom, mit tudsz felcsinálni. Na, a stream element sem megy. Nem tudom, hogy baj van neki. Nightbot az megy. Hát, hogy ide kijelentkezett belőle, mert néha vissza kell jelentkeznem. Hát, de én úgy itt van. Kaptok egy 25 ezeres tombolat. Elindítom én. Tessék, megy egy 25 ezeres tombola. Na, kerítés. Ja, de kell kapu is. De ez kapu. Nem tudom visszacsinálni. Ó, francba. Nem lehet visszacsinálni. Mert most nincsen izén, botom a izére. Ó, baszad. Még a deszkába egy kicsit tudsz csinálni. Elfelezed mondjuk rá, vagy valami. Igen, még csinálok még kell az kerítést. Hát jó, úgyis fog még kelleni, mert még akartam több helyre is kerítést. Na, csak... újraindult a nightbot. Na, jó, most már megy. Nagyon néha beszarik. Nem tudom, mi kínja van neki. Na, várja, akkor ezt itt el kell zárni. Előre is vizesít hármat, vagy arra nem? Arra is tud. Mondjuk az nem kell, az úgy már hülyén néz ki. De szerintem még annyira nem kell nagyba gondolkodnod, mert még nincs elég magod. Mondjuk ez igaz. Annyira, mert... Ez mondjuk ebben van valami. Jó, valóban rak egy kerítést. Ide lesz egy izé. Hol vagy? Kapu. Kapu. Na, az. Oda egy kapu, azaz, és ide is kell egy kapu, nem áll össze-vissza. Ide egy másik kapu. Egyik felén ez lesz termesztve, másik felén más lesz termesztve. Nem tudom mi, de a hülye hát nem oda. Ott láttam, hogy kaptam én répát is amúgy. De... Azt is lehet. Másikra meg mondjuk rakjál búzát, mondom. Jó, egy pillanat, ez így jó. Ez így tetszik egyenlőre. De viszont ki kéne fáklyáznom. Ja, ja. Jobban is nézem ki. Mindjárt el fog törni a bajtád. Hát tudom, majd csinálok most már majd fémeket. Most már találtam fémet, ugye? Már kezdem azokat csinálni. Eddig kőből volt minden. Mekkora range-e van az fáklyának? Azt tudom, hogy ugye lerakod, akkor nem jönnek. Én ezt már nem tudom, azt... 5, 6, 7, 8, 9, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ah, nagyon jó, hát ez teljesen jó, ki van találva, pont középre ment az is, azt is ott nem oda, oda, alakul a izé, cucc, na és akkor kapa. Kapával jobb klik, vagy bal klik? Jobb. Oké. Jól tudom. De... Nem. Ja, de jobb, igen. Hülye bal kliket nyomtam azért, nem volt jó. Fű visszanő rá? Nem nő vissza így, ugye? Nem. Látod, bevizesedett. Aha, tényleg. Tök jó. Ha jól tudom, vagy még lehet, hogy... Jan, igen, ott. Hogy? Feketébb akkor van bevizesedve. Ezt még így. Nyugodtan ráléphez, csak ugrálni nem szabad rajta. Ja, nem tudom kiütni alatt. Ha ezért kerítés alatt akartam kiütni a nem, zöldet, nem. De nem tudom. Nem ugrálok most egyelőre, keresem ott a kapám. Hú, de nem megy ez a görgője ennek az egérnek. Ede, basztam! Ó, használd a számokat. Ez most hogy izélem vissza? Ezt elcsesztem. Hogy? Mit? Hát ezt a földet itt elbasztam. Üst ki és rakd vissza. Ja, mondjuk látod? Jó van, na! Nem baj. Ó, persze, itt a víztócsában is ezt körbe kéne... Ja, de nem jó, ha körbeveszem, akkor meg már nem jó. Gondoltam, hogy a vizet körbevennézével.
kerítéssel, de az úgy már nem jó. Jó, és akkor nyelültetjük. Használd a számokat fönt, ott van ennyi a görgője. Ja, lehet az lesz. Csak hát mindig az a baj, össze-vissza van mindenem, tehát nem egy-egy helyre rakom őket. Kész. Most szerez magokat, mondom. Várjál. Üst ki a füveket kézzel. Akkor adnak néha magot. Ezt. Ebből lesz... Mindjárt, csak még nekem a fáklyákat rakod le. Igen, tudom. Azokat. Várjál, nem mindig adnak. De a fűből hogy lesz amúgy izé búza? Na mindegy. Nem hát kötek... a magját, hogyha erőlteted. Nem kötekedek, csak nem értem. Én sem, de... Várjál, mert jön az éjszaka. Tudsz csinálni kenyeret, bucikat is meg tudod fejni, tejet például a... Na igen, bőre. Állatok, a másik, igen, az állatok, az majd kell állatokat tartani, mert kell a bőre neki, tudja csinálni izét. Mi az páncélt? Abba annyira nem éri meg. Hát de egyelőre jobb, mint a semmi. Nem? Inkább egy vasat kéne összegyűjteni. Én úgy gondolom, abból is a mellvért a legfontosabb. Az véd a legtöbbet. Liftet lehet csinálni a játékban? Igen. Igen? Vízből. Víz, milyen vízből? Vízből. Van itt nekem búza magam, amúgy most nézem. Kell hozzá víz, magma blokk meg, de ehhez még a nedörvés át kell menned. Jó, ne bonyolítsd. Na figyelj, van itt gyöngyvirágom, cukornádam, tabirózsám, tölgyfacsemetém, van búzamagom, van itt alma. Búzamagot azt eltöd ő. És almát azt nem tudsz. És az ezért burgonyát, van itt egy darab burgonyát. Azt is eltudod. Jó, akkor ezt is elviszük innen. Meg van egy darab smaragdom amúgy. Van 7 darab kenyerem. Nem tudom, hogy honnan, de vannak ezek. Na, de ez itt már nem vizes. Hogy vizes? Mi? Hát ez a földi. Vizes. Nyilván látod te is, ez itt már nem vizes. De, csak még nem vizesedett be, de befog. Aha, jó, ez most kész. Akkor a répát, vagy a burgonyát, meg a másik. Mennyi idő alatt nőnek meg, azt fogom látni, vagy van rá valami? Sok. Sok? Uha. De így, hogy világítod, így este is fog nőni. Mi, hogy világítom? Ja, hogy ez... Aha, értem, mégis kell neki világítás is, na jó. Kell neki fény. Persze, hát. Jó, kész. Na. De még kereshetsz ő magot így fűből, szedhetsz azt, akkor... Ja, mondjuk ütességű. Úgy kell nekem, várj, de akkor csinálok már egy fejszét, és akkor hozok még fát, mert abból mindig eléggé ki vagyok fogyva. Az a baj, hogy most én nem tudom mondani, hogy úgy, hogy fog kinézni, amikor megnő, mert ugyebár itt máshogy néz. Igen. Jó, hát persze, azt majd megnézzük. De hát nem hiszem, hogy annyival azért különböző. Tényleg a füstölő... Hát sokkal magasabb lesz meg minden. Hú, mennyi húsom van. A füstölő, az kell, az jobb, mint a sima izé kemencébe égetni a cuccokat, vagy... Abban inkább az ilyen vasakat. A füstölő... De a füstölőt mondom, hogy ezt csináljak, az megéri? Nem, az az olvasztó, bocsánat. Füstölő az nem tudom mire jó igazából, vagy mit. Hát ahogy lehet, a hús ez gyorsabban süti, vagy nem tudom. Igen, mert itt ott láttam a faluban, ahol voltam, ott volt egy füstölő, és csak húst lehetett berakni, meg ilyen kajákat, tehát azért nem értem, most lehet, hogy az jobban izél. Igen, az. Meg van a másik, az olvasztó, vagy mi az, az meg az érceket csinálja gyorsabban. Na jó, akkor mindjárt nézzük őket, hogy mik kellnek hozzá. Ha nem kell sok tudsz, akkor lehet, most már lehet ilyeneket, mert egyre több fémet találok. Répát meg ilyeneket, azt honnan tudok amúgy szedni? Most csak a... Az NPC-től. Inkább a falukban vannak, meg az NPC bányákban. Vannak NPC bányák is? Igen. Na. Igen, elhagyatott bányák. Ah, igen, egyen már találkoztam ott lent. Ott hallottam valami csillét vagy valamit, de nem találtam meg, hogy hol van úgy konkrétan. Igen, csille benne egy láda, abban vannak a cuccok. Jaha. Nincs már ki ezt a szart. Na, lehet 17 magam, ez talán meg is lesz. És ha ugrok egyet, akkor baszhatom. Mi akkor Sanyi ezé veteményesemnek? Vagy csak annak a kockának, úgy értem.
Hát nagy eséllyel. Na, ez kész. Most kicsit lemegyek, és keresek róla gyémántot, mert agyhoz kapok, nem találok gyémántot. Van 15 fémem, tehát akkor lehet, hogy csinálnák fémizé cuccokat. Jobban bírják, ugye? Vagy nem Igen. tudom, hogy érdemes Meg most azok csinálni. többet is védenek. Hát tudok csinálni, viszont melvértet is 6-ot ad. Hát, van 7 vasam. Ja nem, 12 vasam van, akkor viszont csinálunk egy melvértet. Ugye azt mondtad, hogy ez jó. Igen. Egy vascsákányt. Meg még egy vascsákányt. Jó. És mi ez? Aranycsákány? Mert valamire el kéne használnom az Nem aranyat. éri meg, nem Nem? éri Nem? meg. Jó. Akkor azt hagyjuk. Azzal még a diát se tudod kiütni. Miért? Annyira szar. Vagy csak ki tudod ütni. Na, elvegyük fel ezt izét, akkor ezt a bőr viszont, bőrmervérte, mit tudok csinálni? Például ő fa, kővel és aranyjal nem tudod kiütni a gyémántot. És a sima Nem izével, kapod meg. ja nem kapod meg, aha. Kiütni ki tudod, csak nem kapod meg. Ja. Na most itt már tele van az inventory, az a bajom nekem. Csinálj még egy ládát, Na igen, csak mondjuk. lentre gondoltam. A húsom az van. Ez kell. Na mindegy, egyelőre leviszem. És akkor lent megcsinálok majd. Ezért, mert itt van nézve 64, 64 van 128, 120, 131 rezem. Mi az anyámat csinálják ennyi rézzel? Igazából az annyira nem jó semmire. Lehet belőle blokkot craftolni, ilyesmi. Igen, azt majd akarok csinálni, mert Villámhárítót. igen, de ezt is mondtam, mi a szar nekem villámhárító. Hogy ne gyulladjon ki a ház teteje. Ja, hogy ez Vagy leéghet a ilyenek. ház? Hát a kőből építettem, akkor hogy ég le a ház? De a teteje? Vagy az is kőből van? Egyelőre kőből van az egész. Ja. Na, itt Na vagyunk akkor lent. házak azok le tudnak égni meg. Azt hiszem van egy ilyen, mi a neve, küldetés is, hogy a faluba, a falusiak házára rakj egy villámhárítót, és így védj meg őket egy mi a Ja, nevétől. hogy vannak ilyen a küldetések is vannak, jó, ezt jól tudni. Azt hittem, hogy csak simán úgy még, nos jó van, csinálom a dolgot. Tudtam, hogy... Küldetéseket nem muszáj csinálni, mert igazából nem kapsz értük semmit, csak azt, hogy megcsinálj. Elismeri a játék. Ja, hát jó, hát de akkor nem fogom csinálni. Azt hittem, legalább XP-t vagy valamit adnak érte. Nem tudom, lehet, hogy adnak. Ezt most így nem tudom, de... Mert ugye XP kell az fejlesztéshez, a enchantokhoz, nem? Igen. Tehát azt majd Mondjuk... mindenképp kell. Lehet jobb lenne az, hogyha... 4x4-esen ásnál, vagy hogy mondjam, ilyen De ez nem értem, hogyan négyesben. mondod. De most ugye így látom mind a két felét az blokknak, ezért nem jobb így? Mert így Úgyhogy lényében nem nem egy vagy... ilyen egyesbe, meg hogy, hanem Négy... Értem, mit akarsz mondani, de úgy nem látok két blokkot, hogyha így ások. Így meglátom a jobb oldalát, bal oldalát, de hogyha a négyet hagyok ki, akkor már nem látom a középsőnek az oldalait, érted? nem. Hát most figyeld, így látod ugye, erről itt nincs semmi, igaz? És látod a másik feléről, mindjárt majd odaér a stream, itt sincs semmi. De hogyha én például ide lerakok egy blokkot, mit tudom én, ide leteszem eztet, akkor ennek az oldalát már nem látom beljebb. Most így nem tudom, miről beszélsz, mert mondom, késik a streameg minden. Várjál. Mindjárt mutatom így. Mindjárt odaír a stream. Ugye így, ahogy ástam most, igaz? Így maradt két kő. És úgy ások két kövenként, igaz? Tehát akkor látom a kőnek a jobb oldalát, és akkor látom a második kőnek a bal oldalát, tehát lényegében látok minden egyes követ, hogy van-e ott valami, vagy nincs-e. De hogyha én így ások, hogy 1, 2, 3, 4-et hagyok ki, úgy, hogy
te gondolod, legalábbis szerintem, akkor ezt a követ, ami középet van, ezt már nem látom, hogy mi van itt. Csak az én logikám, nem tudom, csak szerintem így egyszerűbb, nem? Úgy értve négyes, hogy előtted kettő, meg a mellette lévő kettő társult ki. Na várja, ezt nem értem, hogyan mondod, várja, mindjárt nézzük. Szóval... Úgy, mint ahogy kiásad azt a végtelen vizet, igen. Csak azt így előre. Tehát, hogy még... De értem, mit mondasz, akkor, hogy négy izét ások ki. De annak sem értem az értelmét, hogy miért jobb az úgy. Hát úgy lehet, hogy igazából mellette van a mi a neve, csak nem veszed észre. Hát tudom, de hogyha így ások tudod, akkor észreveszem. Azt mondom, hogy akkor mind a két izékövet látom. Vagy még azt lehet megcsinálni, hogy én úgy szoktam bányászni diára, hogy én öt blokkonként csinálok egy járatot, elmegyek valamennyit előre, és így a addig ások, ameddig a másikba el nem jutok egyszer. Tehát az előre ások, Értem, úgy, mint elmegyek jobbra, és átmegyek a másik járatba. Értem, úgy, mint én csináltam idáig, csak én ugye úgy csinálom, hogy két blokkot hagyok ki, nem négyet. Tehát úgy én is azt csinálom, hogy kiások egy hosszú utat, utána elmegyek balra vagy jobbra, és utána folytatom az mellette levőt. Tehát úgy, mint itt van nekem is. Meg szén mellett is, a szenet az mindig ás ki, mert ott is lehet. Igen, az kiásom mindig, azt Thomas kell, az szenet a szedem, mert amúgy is mindig eléggé basz van vele, kevés van belőle. Tehát úgy, mint én most itt megyek visszafele. Tehát így látom mind a két felét a blokknak. Tehát én be ugyanazt csinálom, mint te, csak annyi, hogy én kettesével csinálom, nem négyesével. Nem tudom, te tudod igazából, mert én négyesével szoktam például. Nem tudom, nekem így jobb. Most így marad. Lehet, hogy én csinálom rosszul, nem tudom, de jó az így. Most már így megszoktam valamiért. Ó, eltörött az én. De amúgy rohadtul egyáltalán semmi ezért hasonlót se láttam, mert itt is nézd meg, réz megint. Nem tudom, hogy réz helyett adhatna valami ezért fémet inkább. Ugye ez most hanyas verzió? Hát, hogy ezt meg tudom valahogy nézni. Forráscsomagok, chat. Nem, azt úgy, hogyha mondjuk kilépsz a menübe, ott azt kiírja. Azt 1.8-as, 1.81. Az 1.18 pont mennyi? Az, 1.18 pont valami. Annyi, hogy nézem, várja. Na akkor lehet, hogy nagyon rosszul csináljuk, mert ott már mások a mi a nevék. Nézzem, megy. Ha, ott. 1.18.2. Jó. Mi más ott? A dia magassága, hogy hol lehet találni. Ja, hogy ma... Aha, ja. Azt hittem, hogy ott is ugyanúgy 11 év szinten lehet. Hát ezt így nem néztem, én csak beírtam, hogy hol lehet gyémántot találni, és akkor az ott, aki 11-es szinten. Remélem egész idáig rossz helyen ástam. Pillanat, éppen jó, rendben. Olvasok. Hú, de itt viszont jó kizét találok most, fémet, az jó. Ott már nincs. De egy fém is jó, csak azért jobb lenne egy gyémántot is találni. Ugye az lesz gondolom a legerősebb izé tudsz benne, nem? Igen. Nyilván figyelj azt mondom. Nyomj egy F3-ot. Egy pillanat, ránézek a színre. F. 11-es szinten vagyok. Ja, hogy Y. Azt írja, hogy az Y 15 és mínusz 63 között van a gémon.
hol mínusz 15, vagy mi? Nem, Y-nak hol kell lenni? 15 és mínusz 63. Az Y a második. Y a második, igen, az nekem 11. Tehát az hogy lehet mínusz 63? Hát nullánál lejjebb nem tudok menni, nem? 1.18-ba ő mínuszba is lehet menni. Igen. Csak lent egy kicsit nehezebb ásni, mert ott mélypala van. Igen, azt már találtam, mélypalát. Tehát és akkor ott a gyémánt lent. Hú, ne ideg, ennyit kiástam rossz helyen. Na most már az végig még rajta. De amúgy találtam már, ott van egy út, ahol izé voltam, és ott már mélypala volt. Tegnap. Azt írja, előtt. Igen. Hogy ebben a verzióban már a mínusz 59 a jó magasság. De weboldal. Hogy... De mi az, hogy mínusz 59? Azt nem értem. De most ha lemész nulláig, és alatta még tudsz ásni. Jó, még tudsz alatta is ásni? Hát de basszus, hát akkor 100 szintet kell lemenni. Mert régebben csak kevesebbig, és most sokkal lejjebb lehet ásni. Ó, de jó. Na jó, akkor itt végigmegyek, és akkor megyek oda, megnézem, hogy lehet-e még lejjebb menni. Hát de akkor rohadt mélyre kell ezért menni. Ezért igazából nem mondtak hazugságot a 11-essel, csak az már más verzió. Régebbi. Mert így 1.18-ban azt írja, hogy mínusz 59 a legjobb. Hát de most nagyon örülök. Hát jó sok időt elbasztam. Mondom, hogy egy kicsit nehezebb ásni, mert... Hát de oda gondolom, akkor már fém kell, ugye? Ásóban legalábbis. Ez mi ez a hang? Ezt mondd meg én nekem. Mindig hallok ilyen, néha ilyen zombi hangot. Hát valahol van valami barlang vagy ilyesmi, és ott hörög. De jó. Hát itt pont mellettem barlang, azt tudom. Abban van zombi. De ez nem ilyen hörgő, hanem ilyen izé volt, mint a... Mikor jön valami sátán, ilyen nem... Tehát ezt nem tudom leutánozni. Na, itt a izé mélypala, figyeld, erre elmegyek, és azt hiszem itt volt valahol egy lyuk, nem itt. Mert itt már az volt. Tudom, de akkor most nyomj egy F3-ot, azt akkor ás le mínusz 59-ig. Szerintem. Há, oké, akkor megyek lejjebb. Hát jó, megnézzük, meddig tudok lemenni. Ó, pedig olyan jó lett volna. Hát jó, most király. Ha nyomsz egy F3-ot, azt akkor lemész, és ott próbálj megkeresni. Hát akkor mit nagyobb sikered lesz. Megyünk itt lejjebb akkor. Na akkor viszont kell csinálnom ezért a lépcsőt. Persze azt majd lesz hozzá kő. Á, dehogy is, alig van kövem. Figyelj, mire leérsz, annyi követ lesz. Hát az biztos, hát... Rokkanni. Hát 63 szintet leásni, nem is 63 leásni, még 70 szintet kell leásnom így most már akkor. Mínusz 59, mínusz 59-re kell. Hát jó, de most akkor igen, 60 valamennyit kell, igen. Jó. Igen. Hú, basszus, hát ez jó. Ez most így elbaszni, hát régebbi verziót kell ma letöltenem lehet. Az jobb lett volna. Szerintem a lépcső az majd ráér később. Hát jó, csak így egyszerűbb tudod közlekednem egyenlőre. Közben rakom is le, és akkor kész, nincs vele gond. Jó, hát csak így több idő. Hát, idő, mint tenger. Ja, itt ez a fekete izé vigyó. Ez a mélypala. De miért amúgy, miért jó ez, hogy ezt csinálták, hogy most izé... Ó, baszod, lerakták mínusz 60 valamennyi szintre. Hello, Benedek! Olyan jó nem volt. Tudom. 11-es nekem olyan jól megfelelt volna. Ah, ezt elég szar kiásni, ezt a palát. Ezt mondom. Hát az a baj, ez még nem lesz elég cuccom, tehát majd fog kellni még izig keresnem. Fémet. Vagy azt csinálni, amit én szoktam, hogy sima kővel ásol, és a diát azt meg a vassal szedett ki. Na, azt szoktam csinálni.
Na mondjuk azt lehet, látod, egy jó ötlet, akkor csinálok Meg körből, kőcsákányt mint a is. tenger. Hát mondjuk igen, csak az a baj, hogy fám nincsen, ahogy látom, de mondjuk. A 20 bot, akkor csinálunk kőcsákányt, hol a kő? Na, így lett 3 kőcsákányom. És akkor a fém, vascsákány, vascsákány. Igen, mert így eléggé fogy a vasam úgy. Csákányom. Még pillanat és jövök, csak be kell vennem a gyógyszerem. Jó, rendben. Ezt tedd ide be, úgy. Ez kiégessük, hogy ne legyen itt. Azaz, és akkor megyünk tovább. Fákja. Ilyet én is tudok. Na, akkor menjünk le. Mondjuk végül is ezzel is ki lehet ásni. Csak kicsit macerásabb, de... Na mindegy, használjuk ezt inkább. Ah, ott is van fém. Nagyon jó. Egy egész fém volt itt. Ja, nem még van. Nem látok. Jó, ennyi a fém. Víz is folyik. Viszont nem túl hasznos nekem, mert a betöri ide a víz, akkor meg lehet cseszni. Megfúlok itten. Egy lehet, tényleg gyors, vannak gyors gombok is. Ah, ez a pala, mintha valami izé mocsarat ütnék, vagy nem tudom, vagy mocsaras izé lenne. Mi pala. Há, egy gyors bomb. Jó, ez fém az kell. Ilyen random izé lyukabban vannak fémek. Gyors bomb. Úgy is elfelejtem mindig. Folyik a víz itt valahol. Kéne fákja. Meg kéne csinálnom is fákját, mert megint nincs, és szenem sincs. Az elég gond. Van itt szén, van. És elfogy mindjárt ezém is. De ne elfogy. Hányas szinten vagyok? Egyes. Már csak egy 6 óra és meg is lesz a gémám. Egy már csak ez a hülye izé van. Fekete trutyomó. Megint elfejtettem. Nem az hetes. Visszatértem. Hello. Ah, most vagyok a nullás szinten. Ez jó szar kiásni ezt a fekete trutyit. Tudom. Amúgy ne vigyél le olyan sok cuccot, mert ha meghalsz, akkor ugyebár el tud tűnni. Hát de jó, de nem hallok meg, miben halnak most itt jelenleg. Miben lehet itt meghalni? Bármi lábába esel, vagy ilyesmi. Hát de az, én nem ások magam alatt, azt már rájöttem. Azt már izé láttam. Nem szabad magad alatt ásni. Hát jó, csak hogy rád folyik a lába előről, hátulról valami. Ja, mondjuk az igaz. De hát az a baj, hogy én sok tudtad, hát mit rakjak? Nem tudok kiratni semmit. Meg most már vannak ezek a barlangok is. Milyen barlangok is? Hát, vannak ilyen nagyon nagy barlangok. Nem van. Ilyen cseppkövekkel, vagy mik azok. Nem hangzik túl jól. És azok veszélyesek, vagy mi van azzal?
Beleessel? Ja. Hát amúgy ebből így soha nem lesz ez egy gyémánt sárkány. Ez ennyi Úgy lehet szinte. megint bedöglött a nágybot, mert... Igen, már nem tudom miért hal be. Nem tudom mi baja van neki. Megsértődött. Hát ne sértődjön nekem, mert már sebbe rúgom. Anyádat. Na megy ez. Hol az egerem? Elvesztettem. Hol az egerem? Ja, itt van. Ez a hülye izé, két képernyős megosztás, még nem vagyok hozzászokva. Ugye tévé megy a izéja. A... Ez a kontroll izé. Ó, faszek, hát így a büdös életben nem fogok leírni amúgy, azt tudod, ugye? Én azt tudom. Te is ezzel a verzióval játszasz amúgy? Én még ezzel annyira nem játszottam, de ezért mondom, hogy ezért kerestem rá most is Google-re. Hogy hanyas szinten éri meg legjobban. De akkor... Neked, akkor ne tűzd le ezt a verziót, te szar. Így utólag rájöttem. Tudom, én 1.16-ozni szoktam. 1.16.5. Ja, jó, hát én így nem tudom melyik, én csak letöltöttem a Minecraftot, azt ezt az izé töltötte le is kész, amit tudom én, hogy azt tudtam, hogy lehet ilyet, hogy izé le lehet menni nulla szint alá. Hányas? Mínusz 5. Jézus Mária. Hát ez soha nem lesz meg. De itt nincs is semmi, csak az a fekete trutyi amúgy. Más nem is találok. Még. Előbb találtam izé mondjuk fémet, pár darabot, de még se szenet, semmit nem találtam. Kéne szén, meg kifogyok belőle. Jó, hogy tiszt, inkább gyémánt van. Hát mondjuk jó, de azzal nem tudom kiégetni az izé fémet. Kéne fákja is. Ez a fákjára még rákereshetné, ha van időt, hogy milyen izé gyakoriságba kell lerakni, hogy ne spónoljanak rá ezek a köcsögök. Igazából ameddig megvilágítja a szem, addig lehet. Tehát akkor nincs meg az, hogy mit tudom én, izé, hány izé blokkonként rakjam le. Igen, nincs meg igazából. Ez az pont kibírta. Ó, de ez a hülye fordított lépcső lerakása. Ez még nem jöttem rá, hogy miért rakja lefordítva. Hát de ne, ásunk, ásunk. Addigra megnőnek a búzáim. És ha nem alszok, akkor történik valami amúgy, mert az ugye kell aludni, vagy az csak simán respawn miatt van. A bányában nem, de szabad területen jöhetnek ilyen mobok. Tehát, hogy... Este. Ja, azt értem. De hát úgy nem történik semmi, hogyha nem Nem alszol. Úgy, hanem... Hát... Ilyen repülő bízbaszok, mert nem aludt. Egy pár éjszaka után. Ja, de hát akkor bányában viszont nem történik semmi. Hogy nem akarsz kirakni egy ilyen, még egy... 20-valahány... 21K-s, mi a nevét? Tombolát. Ennyi, indíthatok még egyet. Pont annyi kéne. Mire kell? Most. Én mire kell az ajzé? Na meg akarom menni a Border. Ja, csákány. Batman. Mi ez? Ja, kettő el kéne, igaz? A már három. A Batman-es csákány. Ne, várja, kapsz ilyet. Ó, annyi legyen. Ó, de nem ő, bazd meg. Tessék. Elindult? Nem indult? Mi van? Nem. Ja, már rosszul írtam, hát nem izé. Most jó lesz.
Nem megy, tényleg ez sem megy amúgy. Nem tudom, miért nem megy. Egyik sem megy, másik sem megy. Most megy. Azt tudom már, ugye most elindítottam, de amúgy nem tudom, miért nem megy az egy tombola. Kéne neki indítania. Halló. És nem tudok visszamenni a gamebe. Na, azért, működik. Igen? Hogy lépték ki belőle? Hát ezt kiléptem, de na, most jó, most működik. Na. Ez az. Nem tudom, ilyenkor néha így szokott ilyet csinálni a gép. Hát mondom, ugye ez nem erre van az egy kitalálva, hogy ennyi minden menjen egyszerre. Van benne 8 gigás RAM csak. Nekem is annyi van. Hát jó, de te nem használ streamer programot, meg Discordot egyszerre, meg izé játékot. Igen, most már ajánlják a 16-ot. Hát én az a baj, ezt is lehet upgrade-elni. Csak nem tudom, hogy megéri upgrade-elnem, vagy inkább izé másik gépet venni. Nem tudom, én azt várom, hogy jövőre mehessek nyári melózni azt, akkor nekem már megvan cél, hogy mennyiből akarok venni egy jó gépet. Mennyi az? 350. Az számíts át nekem fontra, már nem tudom mennyi az. Mindjárt. Fogalmam sincs, hogy ez mennyi pénz. Így. Nem beszélek izé magyar pénzembe. Mennyi idő van? Mennyi idő van? Mennyi szinten vagyunk? De jól tudom, mostani árfolyamon, ami... 0... angol fontban 766 font. Elvileg. Igen. 766,66 angol font. Azért milyen gépet kapsz? Hát én azért itt csak egy sima izét tudok venni, laptopot. Nem tudom, lehet, hogy a... rosszul adj, milyen evéját a Google. Nem tudom mennyi, ezzel nem tudom mennyivel váltják. Jó, mondjuk ne hasonlíts azért tudod, a, itt azért kicsit drágábbak a cuccok. Hát ez, ami gép van nekem most, ez került 1000 fontba. Hát ha én normális gépet akarok venni, az nekem legalább egy olyan 2000 font körül van. De az, ami már, az a már jó. De egy kicsit másabbak az árak itt sajnos, úgyhogy drágább minden. Na, ott már van valami más anyag. Ja, ez az izé hülye. Én most így találtam egy gépet, mondok mindjárt egy mi a nevét, egy leírást, hogy így összeszerelve mennyibe kerül egy ilyen az alaplap, egy Asus Prime H500M, stb. A gépház egy Plink Inspect RGB fekete. Azt mondja, memória G-Skill a mindegy, az a lényeg 16 GB DDR4-es 3000 MHz-es. Processzor az egy Intel Core i3 10000. i3? Bázis. Szerintem azt ne vegyél. Nem veszem meg. i3 az nem, az már inkább i5, de minimumot, amit i3 az jó, csak attól függően, hogy mit akarsz vele csinálni, tudod. Tudom, de az még alatta van a 350-nek. Még olcsóbb, sokkal. Mi volt ez a hang? Na, ez van olyan fura hang volt. Van benne más lények, mint a zombik, meg valami? Mert ez olyan emberi hangnak hangzott. Frontfázison. Ja, nem tudom. Videókártya amúgy az meg egy Asus GTX 1654 GB TDDR6-os. Ez az egész, mindjárt mondom, mennyi angol fontba.
Ez, kérem szépen, 515,90 angol font. Hát én a... Ugye vettem a sima izét a laptopot, ami nem gamer, csak egy sima laptop. Az volt 680 font. Itten, ha tényleg egy sima, egy alap gamer, például csak laptopot akarok venni, ugye a tényleg a legalapabbat, az olyan minimum 800 font, és ez tényleg az nagyon alap. Mint az eléggé tényleg milyen hülyeség, hogy kurvára másabb árak vannak. Hát ja. Jó mondjuk, de hát ugye fizetésed bizonyítva meg amúgy nem annyira veszélyes, csak akkor is Hát durva, ja. hogy mennyivel izésebb. Mondjuk itt nekem például a PlayStation 5-ös került, ám mondjuk azt szerintem minden ugyanígy 500 fontba. 505, nem, 450 font hülye. Az nem tudom mennyi. Píz. Magyar píz. Nem tudom mennyi ez. Mert azt azért bele kell nézni, hogy Magyarországon nincs is olyan jó fizetés, Igen, ugyebár. azért mondom, hogy azért itteni árakhoz viszonyítva nem olyan rossz ez az ár. Csak hát azért akkor is tudod, jóval drágább. Itt minden, de hát azt nézed minden télen, mert még a Fortnite-os cuccokhoz is drágábbak a dolgok. Tehát én nekem a sima V-Bucks az többe kerül, mint otthon. Hát ez ilyen fura. Nem tudom, itt a PlayStation, ahogy láttam, PS5, az 405,21 angol font. Hát 405. Igen, legolcsóbb helyen. De az a digitál Ami vagy az a izé? Alza. Az a digitál vagy a sima izé? Diszkes edition. Szerintem a diszkes. Hát az akkor az jó. Jó, mondjuk ebbe azért nem szoktak annyira nagy árkülönbséget csinálni. Azért ilyen digitál az márkák meg még cuccokba. Olcsóbb, az olcsóbb még. Hát igen, a digitál az itt is olcsóbb, persze csak. Elfogyott a csákányom. Szali. Hát? De megveszem a csákit. Szerintem. Ha esetleg nem jó, akkor már elő szokott fordulni, hogy elírom, vagy valami gebasz van vele, akkor szóljál. Küld el Discordon azért, hogy nem tud beváltani, vagy valami tudod. Elő szokott ilyen fordulni néha. Nem működik a kód, vagy nem jó. Amúgy nem tudom, neked megvannak ezek az ilyen automaták, ezek az ilyen csomagautomaták. Igen. Már mire gondolsz? Na. Én még egyszer se szívtam meg velük, nem is akarom, de... Epic Games-en lesz Fall Guys. Június 21-től. Igen, azt láttam valamit, igen. De most mi van az De automatákkal most? Valaki, én úgy hallottam, hogy valaki úgy megszívta, hogy így megfújta a szél az ajtót, és bekúrta, és így nem bírta kivenni ezért a csomagját. Hát ilyet még nem hallottam. Hát ez szerintem az hülyeség. Hát én már használtam, tehát az automatikusan kinyílik. Most, hogyha valami nem jó, ott van külön gomb is az ügyfélszolgálatra, tehát annyira nem tudod, hát... Tudom, csak megszívta. Hát jó, az oké, de hát most nem értem, azért az elég durva, azért be kell ahhoz baszni azért az ajtót, hogy ne tudja azért kinyitni utána. Hát ott fújt nagyon a szél, azt mondta. Ó, baszod, nincsen helyem. Kéne csinálnom egy dobozt, ez nem lesz jó, nem tudok elpakolni. Hogy kell dobozt csinálni? Hogy kell dobozt csinálni? Mert akkor mi a nevé? Mi nem tudok dobozt csinálni? Ez nem 4 izé egybe? Na de, nem ez barkács asztal. Hogy van a doboz? Pillanat. Most kidobjuk, ezt felvesszük, ezt ide berakom mindenképp. Jó a kód. Kösz. Hát nincs üt. G2-án utoljára tudod, mit vettem a...
a Harley Quinn-t én is megvettem. Hát én ugye minden hónapból ott szoktam feltölteni őket. Nem tudom, én szoktam ingyen szerezni pénzt, azt akkor megoldom belőle. Nem sok, ilyen 1000 forintokat így körülbelül hónaponta, ami mindjárt mondom mennyi font. Nem sok. 2,19 angol font. Hát jó, de hát ha ingyen van, akkor meg nem mindegy. Nem az a lényeg. Az a lényeg ingyen van. Most... Még akár lehet te is tudnál szerezni belőle. Amiből én szoktam. Jó, most annyira nem kell. Most az igazából aki... megvan mennyi időért kapsz pénzt, hogy kitölt ez egy mi a nevét. Ja, hát én ilyenekkel nem, mert nincs az Isten. Ilyenekkel nem fog foglalkozni. Már nekem már nem idén rossz volt, de az a két font az... Nem tudom, nem mondom mennyi dolgozok érte. 11 fontos órabér mellett számíts ki mennyi dolgozok érte. Tehát most én ilyenekkel nem fogok idén szórakozni. Régen én is próbálkoztam ilyenekkel, de nem. Nincs hozzá energiám, nincs hozzá időm, két gyerek mellett ezekkel szórakozni, tudod, ez... Ja, értem. Örülök, ha egyáltalán van időm arra, hogy játszak. Haló? Na, működj ez az. Hát tényleg néha még arra sincs időm, sajnos. Hát jó, nem sajnos. Mert hát jó, hogy vannak a gyerekek. Na, majd jövőre már jobb lesz, már kislányom is megy óvodába. Talán többet fogok játszani délelőtt, tudok, majd többet fogok tudni játszani délelőtt. De hát egyenlőre csak ennyi időm van. Nehéz amúgy, nagyon nehéz gyereket mellett ezt összehozni, hogy játszon is az ember, tudod. Elhiszem. Na, ennyi idő van? 52 még, akkor megyek egy kicsit lefele, még maradt egy csalkányom. Azt úgy lassan befejezem, mert mehetek mindjárt dolgozni. Azt sem tudom, hány szinten vagyok. Mínusz 20, Jézus Mária. Na jó, akkor ez majd szerintem majd legközelebb felmegyünk, megnézzük a cuccokat. De ne dobd el, te hülye, ezt úgy utálom bezárni. Mínusz 20-as szint, tehát az még azt jelenti, hogy még 30 szintet le kell mennem. Menézem, hogy áll az egy cuccom. Veteményes. Azt sem tudom, hány éjszaka telt el azóta. Ez a órán azon amúgy látom, hogy hány éjszaka telik el. Tudok csinálni órát. Nem, az csak hogy mennyi az idő a bányába. Nem így kell beírni a kódot amúgy, hogy felkelt olyan valuta? Ja de, most kiadta. Ja de amúgy mit akarsz? Hogy mennyi pontod van? Nem. Nézd, más színű ez a tudsz. Most tudom, a répa megenőt. És már maradék mi a nevét? Az amúgy sem tudom mit kezdeni, ez járulett az egészet. Ja. Ezt learadhatom amúgy? Várjál, még nem látom, még azt látom, hogy mész föl. Ja, jó sokat késik. Dig, dupláztam. Na, tessék. De úgy ne kösd el, hát minden hónapban van sok feltöltés. Hát jó, csak én meglepődtem most is. Hát igen, hát figyeld, lehet. Szerintem már lehet, hogy le lehet a sötétebbeket. És a répát, meg répát kérem amúgy. Sötétebb színűek azok már lehet learadhatók. Répa? Az van. Itt van. Nem krumpli? Ja, ez krumpli. Akkor tényleg. Már kiszedheted szerintem. Ez hogyan kell? Simán leütöm? Vagy mit csináljuk vele? Kiütöd. Kaptam 2 kumpit. Na, egyből 2. 3. Teljesen jó. Akár vissza is tudod ütetni a más maradékot. Király. Na, lassan, de biztosan nő az ékel. Itt a kert. Ide is lehet csinálni még egyet, ide elfér még egy. Csak közé kell egy utat csinálni. Így. Én most meglepődtem, hogy ez így... Ez a... Nekem már nem számít ez a pont, játszuk-e? Persze, mindig így van, ezt tudod, mikor már nem érdekel. És most akkor leszarom, eljátszom, akkor biztos, hogy megnyered. Ez mindig, ez az egy szerencse, tudod. Ez a... Nem kell pont, beírom gamer, azt kiadja 100%-at, és most kiadná.
Amúgy úgyse fogja. Nem, most nem fogja úgyse szerintem. Az ja, ma tényleg sok, nagyon nagy szerencse kell, hogy mindent izé egyszerre megcsináld. Hát, hogy az mennyi esélyed van? Ott nem esély van, hanem ott úgy van, hogy 1 és 100 között kell neki random számot kiadnia, tehát ez csak egy random izé, tudod, be van írva egy szám randomizáló, és az vagy kiadja Tudom. izét, vagy nem, tehát ez nem esélyes. 1 a 100-hoz, hát most azt hiszem, ma úgy jön ki, nem? 1 a 100-hoz itt az esélyed. Tehát valakinek elsőre beadja, valakinek meg egyáltalán nem. Ez is olyan változó. Engem nem szeret. Úgy ez miért van, hogy nem lehet beírni egymás után kétszer? Azért, mert vannak olyanok, akik folyamat spamelték, tudod. Ja. És akkor így izé, akkor nem lehet beírni annyiszor. Direkt azért van így megcsinálva. Mert Erre van egy tudják. megoldás. Mi? Gamer hülye, gamer hülye, gamer hülye. Nem tudod, mert cooldown van rajta, nem izé. Tehát hiába gamer hülyézel, mert időbeli cooldown van rá. Mind a kettőre külön. Nekem így a csetlasztítása mindig ment ez a fölváltott gamer hülye. Jó, mondjuk igen, mert azon 30 szekes izé van, azért persze, úgy működik. De hogyha akinek nincsen tudod, annak viszont nem működik úgy. Mert ugye ha ezért kiváltott például VIP-t, akkor már nincsen ezért késleltetésed a cseten. Vagy hogyha szab vagy, akkor Mennyibe sincs kerül a ki. VIP? Ott van ezébe, csatorna pontoknál nézd meg. Nem tudom mennyi, 7500? Azt hiszem. Úgy elbasztam, rossz helyet tettem azt a Ja. szart. Ugye szaboknak sincsen, meg a moderátoroknak sincsen ezért lassítás. Hát... még egyet? Még egyet. Majd csinálom a következő veteményesnek a részt. Nem tudom, hogy még minek, de csinálom. Itt lesz a következő majd. Egy, Hogy milyen kettő... meglepő, hogy a Nightbot az csak akkor indít mi a nevét, amikor már te is Igen, indítasz. valami nem tudom, hogy be van vele szarva. Néha mondom, szokott ilyen lenni, hogy nem megy rendesen. Majd Szóval... bejelentkezek. Mennyi van még az estéből? Hú, már jön fel, ezért megy le a nap. A gyors izéje, elmegyek, alszok, utána elmegyünk, megnézzük azt a falut. Mit tudok ott csinálni. Hátul le tudok nekik adni. Aranyat nem lehet nekik eladni, vagy valamit? Nem tudom, mit lehet eladni, meg kéne nézni. Szerintem nem. Ja, láttam, most láttam, beváltottad az izét. Exet. Én látom azt is, ha beváltod. Tudom. Majd azt akarom megcsinálni, ami izé Alexnél volt, amit én is akartam, az a random izét. Lesz a shopba egy ilyen random box, amiben izé lesznek fake kódot, tudod, meg egy item, vagy kettő, vagy három, és akkor izé random fogja kiosztani a kódokat. Vagy nyersz, vagy nem, mystery box, hogy minek hívják ezeket. Vagy én még tudok egy másikat, ez No. a De az lenne a neve Csórobox. ne. Discord. Ötletet nekem, beírod, mert hogyha beírod és elfogadom, akkor leírom és kapsz érte játékpontot is. Okay. Minimum 100 000 játékpont jár azok a ötletekért, amiket új hasznosítunk. Tehát ha valami ilyen ötleted van, akkor inkább odaír be ezeket. Nincs, neked akarok jót érteni, akkor kapsz érte pontot. Na. Cocák. Gyere ide. Ennek ezért kapok egy nyúlpörköltet, ha király. A nyúlpörkölt nem kell. Igaz, hogy amit most így írtam, az nem olyan nagy dolog, meg jó cucc, nem mindig ad jó cuccokat, de tud azt is. Jó, hát persze, mondom, ír le, és ami olyan mondom, azt elfogadjuk, azért kapsz játékpontot. Most így, hogy leírtam, most azért beszélhetek róla? Hát,
beszéletről, csak tudod, azért rakom így, mert azt látja mások is, tudod. Ugye bár van a G2-án ilyen random kulcsok. És hogyha például olyanokat is egy mystery boxba beleraknátok. G2-án vannak random izé kulcsok, azt még nem néztem soha. Az milyen izé? Mert azt, Mindjárt mondom, hogy például mik vannak. Bemész random keys. És akkor mondjuk ilyen ötösével akár lehet venni, tízesével. De akkor ez mindenképp valamit itemet ad, igaz? Vagy ez hogy működik? Játékot. Témen. Aha. Ez mondjuk ez jó, ez tetszik. Jó. Ja. Köszi. Hát akkor ezért várja, akkor így gyorsan meg is az a baj, hogy legtöbbször csak ilyen nem jó játékot ad, hanem ilyen random játék. Hát jó, ez nem baj ez. De igaz, az is valami. Hát igen, mert mondom, ez jó, ez tetszik ez az idő. Kapsz érte Én most így, 200 000 pontot. Most fölmész. Most vannak olyan kulcsok, amik így mínusz 58, ilyen 72%-kal le vannak akciózva, ilyen kettő kötő, egy kulcs most jelenleg a legendariból 1,76 dollár, jól tudom. De ez, de mit jelent az a legendariból? Tehát, hogy most ez... Nem tudom, elvileg ez még jobb, mint abban vannak a jobb játékok, ha jól tudom. Jaha, értem. Vagy tehát nem ott is vannak ilyen különböző értem, szintű izék. Jaha. Azt ugye hittem, bár hogy... van a prémium, legendári, elit, meg a sima. Aha, jó. Hát jó, így jó, így most már értem, hogy mondod. Így figyelni kell, hogy ugye bár globál legyen. Igen, azt tudom, mert ugye amikor veszek cuccokat, azokat is mind úgy néz, úgy veszem. Szerintem nem tudom, meddig vannak ezek az akciók, de szerintem most így akciósan megéri. 6 bőrért kapok egy smaragdot. Hát most nem, mert az majd izé sok feltöltéskor lesz, ott próbálom mindig, hogy izé egy hónapba egyszer. Már azért ugye ezeket nekem mind meg kell venni, sajnos. Ja, sajnos. Nem adják ingyen a köcsögök. Vagy... Hát én még egy olyanra tudok gondolni, hogy... Mondjuk, lemegyen donét számláló. Ha az betelik, akkor sok újra töltés van abból a pénzből. Vagy valami. Ez se rossz. Érted? De értem, de akkor ez valami más kéne. Hogy akkor inkább valami nyereményjáték, tudod? Nem sok feltöltés, hanem valami nyereményjáték inkább. Vagy pedig lenne úgy, hogy mondjuk... Csak hát az a baj az ilyenekkel, tudod, hogy azért nem akarok ilyeneket, mert ugye legtöbben, akik vannak még általában iskolások. És olyanki nem lesz pénzük, mert nem is akarom elszedni, érted? Akkor még ki tudja, mi lesz anyuci bankkártyája. Igen, ezért nem akarom ezeket. Mert tudod, most nem akarom senkinek, hogy ezért pénzeket küldözse meg ilyenek. Nem kell, érted? Nekem ma az elég, hogyha néztek, mert tényleg az is elég. Múltkor is, mint például most volt ez a raides cucc, itt is segítettek a srácok, mert 20 embernek kell letölteni, tudod, és megcsinálni a tutoriát. Ingyenes volt, megcsinálták, segítettek, kaptak érte játékpontot, én meg kaptam érte pénzt, megvan, érted. Tehát nem kell most azért izé, nem akarok ilyen donációs szar, izéket, nem szarság, na érted, mit mondok. Nem akarom még az, mert én akkor én regisztrálom neked, vagy még. Nem, az már lezártam azt az izét kampányt, annak már vége. Majd most lesz valamilyen izé major hardware-es kampány. Azt még nem izé kezdődött el. Majd ha lesz valami, akkor is kiírom Discordra, az mindig fenn szokott lenni. Csak hogyha valami van, akkor hogyha ingyenes, vagy hogyha nem olyan izé, akkor majd úgy is kérek segítséget tőletek, tudod, hogy meg tudjam csinálni. Mert én azon azért megkapok pénzt. Jó. Tehát érted, így el van osztva, akkor mindenkinek jó így. Na itt ez a füstölő, ha ebben csak kivégy cuccokat lehet rakni. Ez ilyen random cuccoknál vannak ilyen... Fortnite cuccok is, hogy például 5 random skin per item.
Ilyen mystery box kulcsok szoktak lenni mindenhol. Hogy mi? Hogy nem értettem, 5 izé random skin per item. Most Fortnite-ba. azt tudom, de most... Tehát ott oda tudsz venni random skineket? Az a lényeg, fizetsz 15,53. Ha jól tudom, az USD az ugye már dollár, Igen. most egy akciós áron, és kapsz kódokat, 5 darabot, ami skin per item lehet. Aha, ja, értem. Nyilván. Ja, aha, értem. Mondjuk ezek jók, ezek az izék, ezt tetsznek, ezek a random kódok. Ez tetszik. Ez a G2-on van akkor, igaz? Igen. Mert én az izéről szoktam venni, az Enebáról. Ezeket a izé kódokat, meg cuccokat. Az is ilyen hasonló. De viszont beszembe vagyok jelentkezve a G2 arra is, ha jól Ezt rémlik. küldtem a Discordon a Be, G2A-s megvan, megvan, be alapú vagyok jelentkezve listáját. oda is. Ja, de köszi amúgy, igen. Azt kell, azt megnézem mindenképp. Ez jó ez a cucc. 5. Adjál még egy csirkét, te paraszt. Ja, még legyilkolok egy csirkét, mert gyémántot kapok érte, vagy mi az a smaragdot. Azt én is megyek. Ma itt van egy zombi valahol. Kéne mennem kajálni lassan. Kislányom is. Á, én kislányom is fel kell. Ja, ott a házam. Mondom, mi az a épület ott? Ott a csirke még. Meg szén. Hú, az is kell. Majd de vissza kell majd jönni még. Tojásokkal mit csináljak? Tehát mondjuk rá, vagy lehet szaporítani bele a csirkéket, hogyha ledobott, ki tud belőle kelni. Igen. Várjanak kell kerítés, nem? Igen, eldobod, és akkor mondjuk kerítésbe beledobod, akkor ki tud kelni. Hello Tajben. Hú, azt majd megnézzük otthon, de azt majd legközelebbi streamben, mert most már van egy csomó tojásom. Mennyi? 4, meg még otthon is van egy csomó tojás. Mi az a gyülekező itten, Jézus Mária? Halló? Végére még te leszel nézővel. Hello, Kávé igen, végére. rá szoktunk lenni azért ilyen 10, 10-néhányan, 15-en, 17-en, mikor hogy. Csak hát ugye akkor, mikor izé nem a iskola van. Ja. Ilyen, mondom, hogy ez szar így, hogy csak ilyenkor tudok, majd meglátjuk nyáron, hogy milyen lesz. Holnap is fogsz, vagy mikor? Persze, minden nap van délelőtt stream. Mondom, délelőtt mindig van stream. Kár, hogy nem fogok tudni körbe jönni, mert ilyen rohadt sárkányhajó van. Jó, hát figyeld, jön a végig, akkor jöttök, amikor tudtok, most nem izé kötelezős. Tudom, csak én így Megint ott adom. az a hülye Endermanos genya. Azt mit csináljak vele? Építs magad fel ilyen lacot, mondom, hogyha van blokkod. Várjál. Közelébe azt, akkor üsd meg azt, akkor meg tudod oldani. Földem van. De így nem bánt, hogyha Jó. oda megyek hozzá? Nem. Csak hogyha sem szemébe nézel. Azt tudom, most hova lett, már eltűnt. Már eltűnt. Ó, anyád. Én most akartam legyilkolászni. Kapok valami jó cuccot érte, amit... Aha, hallottam, hogy teleportálsz, köcsög. Igen, de előbb építsél föl magad fölé egy placot. Tehát... Jaj, nem, egyéb helyebb. Úgyhogy Így. pont a fejed fölött legyen. Aha. Így gondoltad? Mindjárt nekem még egy házba vagy. Na, de ennyi cuccom nincs. Mindjárt. Újjon az éjszaka is. Na jó, ez így nem. Ezzel most nem kísérletezek. Melyik aludni? Jön az éjszaka. Majd legközelebb, mert Mondom, nincs ne annyi nekem cuccom. még nem látszódott semmi. Oda nem mondod, Még nincs itt egy építkezem. rohadt ágy. Adjál már egy kurva ágyat. Ha, jó. Úgy csak kicsit többet föléd amúgy. Jó, csak izé, az a baj, nem volt annyi kövem sem, mert izé elhasználtam Körülöttem. mindent. Na, elmentjük. Na, akkor jó sok szintet most lementünk. Mi a Benedek? Cool, let's go. Mi? Let's go, ja. De én tudok ilyet is neked, mondtam már. Ez sokkal jobb. Egy egész csírbe kerül.
Szerintem tök idő, jó volt a tud. Na. Jó, most hát a kúzok kajálni. Köszi neked a segítséget. Geri. Ő. Hát majd még segíthetsz, mert még egy pár dolog még van, ami fogalma Ó, sincs. csak Jó, ő hát ugye bár majd, persze. most ők beteg, azt akkor utána már annyira nem tudok jönni, az a baj. Jó, hát semmi gond. Hát ha nekem izé segítesz, majd Discordon leírod valamit, ott is majd jó. Majd Jó, valami meg majd olyanba. akkor ezt a szerver dolgot, ezt beszéljük meg, Ezt azt akkor, lesz ja. majd mindenképp, igen, mondom, mert ahogy írtátok, hogy mennyi mindent lehet csinálni, biztos, hogy lesz még ilyen, biztos, hogy lesz ilyen És akkor szerver. ugye bár a shopba is lesz új cuccként kirakva, hogy mondjuk rá, Azt nem shopba, hanem nyolc inkább. ember tud venni, mi a nevét, egy hónapra följutni valamennyire. Ja, értem, mondasz, aha. Ja, mondjuk ez is jó. Vagy pedig majd, nem tudom, még ezt még kitaláljuk, de erre még ráírunk, mert mondom Így egy... azért tudod, hogy ő mindig cserélődjenek az emberek, meg minden. Hát jó, attól függ, hányan Minecraftoznak, várjál, mert nem olyan sokan Minecraftoznak ám itten. Ki tudja. Hát igen, de nem tudom, de hát aki tudok, az a Dudi szokott, vagyis hát majd izé mondta, hogy akar jönni. Ki Na, volt? hát Még akkor volt? ez még be kell várni, ezt a tombolát, Ja, szerintem. megvárjuk, jó. Nem tudom, Benedek, te szoktál ezért Minecraftozni? Youtube-ra is lassan majd ezért feltöltöm a videókat amúgy. Még nem töltöttem fel az összeset. Zozó vagyok, köszönöm a hostot. Zozó vagyok, csak ma... Mi? Maszkal. Köszi szépen. De majd éppen ma végzünk, úgyhogy mindegy. Ne, jó, ez is jó hosszú név. Zozó vagyok, csak maszkal. Na, mennyi idő van még a tombolából? 135 másodperc. Na, kislányom is fölkelt. Hétvégén lesz az izé, 2 órás stream. Majd oda majd vegyetek jegyet. Majd hétvégén tudjátok lesz az izé. Köszönöm a követést is. Nagyon rendes vagy. Köszi, hello, hello. Mindjárt vége a tombolának, srácok, azt új is befejezem, megyek kajázni. És holnap majd lesz délelőtt stream, akkor Fortnite lesz. Szombat, vasárnap ugyanúgy Fortnite lesz. Csak vasárnap annyi, hogy a 200 követő véget jön a 2 órás stream, plusz a 2000 V-Buck összértékű sorsolás, gift sorsolás. Tehát ami azt jelenti, hogy lesz egy például egy skin sorsolás, vagy egy nem tudom, bundle sorsolás, plusz mellé egy kicsit, tehát összesen 2000 értékbe lesz sorsolva valami, amire ma jegyet kell venni, amit játékpontokból tudtok megtenni. Zozó vagyok is most kapott azt hiszem 10 000-et, plusz a hostér is kapott 30 000-et, tehát akkor neki van 40 000 például. Gyűjtsétek a játékpontokat. A feliratkozóknak ott is tripla esélye lesz, mivel nagyobb játékok. Na, az majd hétvégén ugye vár. Első órában és második órában is lesz egy sorsolás. Az a sticker valami partit kéne átadna valami másik helyre, mert nagyon idegesített pont középen. Lehet majd ki is kapcsolom inkább. Ezt holnap meg majd ránézek, hogy mi lett a baj ennek az ének, hogy miért nem megy a tombolás bígyó. Most így végére azért ment. Ja, hát most a végére indul el, igen. Mi van? Ja, Benedek nyert. Na, GG. Na jó, akkor köszi srácok a figyelmet. Akkor szép napot mindenkinek, jobbulás mindenkinek, aki beteg. Azért még a végére egy hülyét azért Benedek elnyomott. Na. Szevasztok, hello, hello. Ja.